Az utolsó őszi fordulót, a 19-et rendezték az elmúlt hétvégén a labdarúgó NB3 keleti csoportjában. A Sényű két gól nélküli döntetlent és egy játék nélkül 3-0-ra elvesztett mérkőzést követően fogadta a Balassa gyarmatot. A találkozó végül magabiztos hazai győzelemmel zárult, Kapacináék 3-0-ra verték a középmezőnybe tartozó ellenfelüket. Sokkal nehezebb mérkőzésre számítottunk, mint amilyen lett belőle. Ugye a Balassa gyarmat egy nagyon jó sorozat után látogatott el hozzánk, 4 meccsen még volt sem kaptak, viszont ugye nekik elmaradt meccsek miatt eléggé besűrűsödött itt a végé, és 10 nap alatt velünk játszották a 4. mérkőzésüket. Ez egy kicsit lehet, hogy kijött már így rajtuk, viszont ugye mi, hogy nem játszottunk a múlt héten bajnoki meccset, mert a Tiszakécske nem ment bele a halasztásba, valamint voltak betegeink, és nem igazán úgy tudtunk sajnos edzeni. Van, aki összesen 2 edzéssel vett részt a mérkőzésen, de így utólag, hál' Istennek, tényleg nagyon jól sült el. Lehet, hogy ugye a srácokban is volt egy kis tüske, hogy nem játszhattunk, valamint egy kis mérkőzés hiány, meg játék hiány, aztán ez most így kedvezően alakult. A bajnokság felénél a 49 pontos Tiszakécske áll a tabella élén, megelőzve a 45 pontos Jászberényt és az egyaránt 34 pontos Füzesgyarmatot és BVSC Zuglót. A Sényű 31 ponttal a 6. helyen várja a folytatást. Van azért, megmondom őszintén, egy-két meccs alapján hiányérzetünk, például, ha csak a 2 hazai mérkőzésünket nézzük, a nem is olyan rég 2 meccsünket, a Kisvárdát és a Ceglédet, ahol ugyanúgy megvoltak a gólszerzési lehetőségeink, viszont mind a 2 meccs 0-0 lett végül. Ha ezek a ilyen elhullajtott pár meccs alapján pontjaink szerint ugye lehetnénk a dobogón már most ott a 3. fokán, de ha az összképet nézem így az ősz alapján, akkor azért nem vagyunk elégedetlenek, meg tehetetlenek. Hát viszont voltak ugye szerencsés periódusaink is, de ugye a foci is valahogy mindig kiegyenlíti egymást. A Sényűre még 2 tavaszról előrehozott mérkőzés vár idén, vasárnap a Tiszafüredet fogadják Pázsomborék, majd egy héttel később Salgótarjánban zárja az évet az NB3-as gárda.